Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Kodály emlékévé van szerte az országban, rangos kulturális eseményekkel emlékezünk meg a mesterről, így van ez Székesfehérvárott is. Székesfehérvár élen járta abban, hiszen ne feledjük, már számtalanszor beszéltünk róla, hogy 1967-ben és még előtte is számtalanszor volt városunk vendége, és természetesen fontos számunkra, hogy Mihály Gyuláné Eszti néni az egyik kedvenc tanítványa volt. Most azonban egy örökbecsű daljátékról beszélgetünk. November 6-án, hétfőn, a Vörösmarty Színházban 19 órakor mutatják be Kodály Zoltán Hári János című daljátékát. Vendégeim pedig a karmester, Csányi Valéria, szervusz, csókolom a kezed, és Kozári Ferenc, aki rendezi a darabot, szervusz, üdvözöllek. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pillanat, mert ahogy itt már előtte beszéltünk, a Hári János Magyarországon mindenki, teszem hozzá a székelyfonó mellett, és a Kodály Zoltán születésének 135. halálának 50. évfordulóján azt hiszem az országban mindenütt szinte azt mondom alapvetés, hogy ezt a daljátékot megidézzük. De mielőtt arról beszélnénk, hogy hogy halad a próba folyamat, milyen a ti Hári Jánosotok, a régi barátságról beszéljetek, hiszen a fülembe jutott itt még a műsor előtt, hogy 1000 éve ismeritek egymást, jószerivel gyermekkorotok óta. Igen, a szüleim a Rádió Gyerekkórus Alapító karnagyai, és hát a rendező úr, oda járt ő is iskolába, és a Rádió Gyerekkórusnak oszlopos tagja volt. Igen, Botka Valériáról beszélünk. Botka Valéria és Csányi László, Csányi igen. Csányi László volt a... Igen, és hát beszéltünk róla, hogy osztálytársak, meg közös ismerősök, hát rengeteg. Azóta nem sokat találkoztunk, sőt, az igaz. De ez tökéletes alkalom arra, hogy a nemesügy érdekében összefogással egy csodát hozzatok létre. Amit mindenképpen szeretnék megkérdezni, hogy a Hári János mindenki, ugye így kezdtük. Mennyire a tiétek? Kinek milyen a Hári Jánosa? Hiszen ez egy gyönyörűséges darab, Paulini Béla és Harsányi Zsolt szövegkönyvére írta, kereste ezt a szövegkönyvet Kodály Zoltán, tehát mindenképpen szerette volna megvalósítani azt, hogy a népdalokat beépíthesse végre, amelyeket ő maga kutatott egy darabba, és ez így is történt. Nos, milyen a ti Hári Jánosotok? Hát maga a Hári János a zenéje, az népdalok feldolgozása többnyire, és nagyon érdekes volt, hogy Kodály Zoltán saját maga gyűjtötte ezeket a népdalokat, azt hiszem egy kivételével, amelyiket Bartók Béla gyűjtéséből vett át, és az 1906 és 12 között gyűjtötte ezeket a népdalokat. Tehát ez már maga az, hogy utána gondolom, hogy nem ismerem ugyan a személyes történetet, de hát akkor már megfogalmazódhatott benne az, hogy ezek milyen fantasztikus dolgok, és hogy ezt muszáj megmutatni. Muszáj színpadra vinni a népdalokat. Miként lehet ezt színpadra vinni úgy, hogy olyan legyen, amit elfogad egyként a gyermek és a felnőtt is? Nem túl nehéz, és ami Hárink, mert hogy ez volt az első kérdésed, a mi Hárinknak az alapvető jellemzője az lesz, hogy nem az a régen megismert nagy kvalitásos, nagy formátumú színészek, hatalmas díszlet, és ami szép és profi, hanem szerintünk lelke lesz a dolognak. Ez mondhatod, hogy egy alacsony költségvetésből is adódik, de szerintem az egyik erényünk lesz, hogy a négy hivatásos, vagy pályára nem régen rálépett főszereplő mögött a Kodály középiskola, zeneiskola diákjai lesznek. Jól lehet, az Alba Regia van még mögöttük is, 52 fős hangszeres együttes, de a lelkesedés, az egyszerűség, a maiság, az nagyon jellemző lesz rá. Tehát én rettenetesen törekszem, hogy azok a nagy löttyös indulatok, amik sokszor olyan teátrális, meg olyan operás, azokat lefaragjuk, hogy egyszerű, fogyasztható kis sztori legyen,
amellett, hogy zeneileg teljesen korrekt, és amilyen minőséget csak ki tudunk ebből a csapatból hozni. A zene csodálatos, ezt tudjuk. Az ajánlást hadd idézzem Kodály Zoltántól, aki egyetlen egy szóval ajánlotta Sándor Emmának, első feleségének, azt írta csak a szöveg partitúrára, hogy Őrzsinek. Az egy gyönyörűséges történet. Amikor a szimfonikus zenekart, illetve a gyermekeket kell instruálnia, melyek az alapvetések egy ilyen daljátékban? Hát mindenképpen az, hogy a népdal kerüljön először is a legfontosabb helyre. Fantasztikus a hangszerelése a darabnak. Minden népdal, minden tétel máshogy van feldolgozva. És hát nagyon vicces a Napóleon bevonulása a zene is, meg tényleg tehát annyira fantasztikus karaktereket írt meg Kodály Zoltán ebben a darabban, hogy azt muszáj érzékeltetni, muszáj megmutatni, hogy hát itt mégis mit gondolta a zeneszerző erről a Napóleonról és erről a Háriról. Hogyan viszonyulnak a szereplők, hiszen itt Kocka Tamás játssza a teljesség igénye nélkül, azért hadd mondjam el a nézőknek is, hogy Hári János Kocka Tamás, Őrzse Baranyai Anett, Marcibási Rezsnyák Róbert, aki most már többször is jön a közeljövőben hozzánk, Nagy Ida a császárné, Molnár Eszter, Mária Luisa, itt nem hagytam ki senkit. Milyen velük dolgozni? Jó velük, én nagyon szeretek fiatalokkal, akár középiskolásokkal is dolgozni, ők persze azért már egy kicsivel tapasztaltabbak. Csak visszatérve még a zenére. Annyira jó Kodály zenéje, annyira klipszerű, hogyha amikor nem az ismert dalokat halljuk, a Toborzót, vagy a Tiszán innen Dunántúl, stb. Ezek az átkötő zenék is, néha ugyan 3-4 percesek, de annyira plasztikusak, annyira szépen átrakható képpé és cselekményé, hogy szerintem ez az egyik legjobb része a munkánknak, kitalálni, hogy milyen klipet forgassunk, úgymond mit tegyünk föl a színpadra, a zenékre, ma éppen ezt többször is tettük. Tehát szépen akár az intermezzónak, vagy a lakodalomnak beosztani úgy a mozdulatait, úgy a zenei frázisokra úgy rátenni a lépéseket és a fejforgást. Szóval ez egy kellemes munka, mert olyan nagyszerű a zenei alap. De a prózai része is kiváló minőségű, nagyon jó karaktereket írtak hozzá. Úgyhogy igazából ez fenékig tejfel. Egyetlen dolog, amitől tartunk, az a technika lesz, amikor majd is bemegyünk a nagy színházba, és szembesülünk előző nap azzal, hogy mekkorák a terek, rálát a zenekar a monitorokra, és itt tovább. Mi fel tudjuk erőzíteni a címereket, és itt tovább. De magát a munkát most nagyon élvezzük. Egyetértetek velem abban, hogy nagyon sok mindent nem lehet rutinból játszani, de ez kivételesen semmiképpen sem. Semmiképpen nem. Semmi. Abszolút. Nincs az az ember, aki ezt rutinból meg tudja oldani, mert annyira meg tud lepni majd a technika, a távolságok, a hangok, a hangzások, a fények, hogy ezt nekem inamba szállna a bátorságom, hogyha ezt kéne csinálni, hogy most a gyerekek fognak majd ahhoz egy hétre. Egy jeles kutató mondta, hogy ez egy rejtvény, amit megérteni könnyű, megfejteni rendkívül nehéz. Valóban ennyire bonyolult lenne zeneileg, illetve cselekményben, ha a mélységeit kutatjuk? Egyáltalán szükség van-e a mélységeit kutatnunk, a Hári János mélységeit? Vagy egyszerűen fogadjuk el, hogy az Obsitos egy csodálatos ember, akit elképzelünk egy bizonyos helyszínen, az ő kedvenc kocsmájában, ha úgy tetszik, fogadójában, és mi pedig utazzunk vele, és lubickoljunk a történetben. Fogadjuk el. Ugyanakkor hát valahol a magyar nép gondjait, vágyait ez a Hári János elviszi a császárnak, és ott elmondja. Tehát azért van igazság abban, amit a Hári akar közvetíteni nekünk. Úgyhogy ilyen szempontból bele lehet a mélyre is ásni egy kicsit ennek a történetnek. Tehát egy kis nagyabony, egy kis Bécsi hogy udvar. Mi az a nagyabony? Nekem mi a nagyabonyom? Tehát...
Hát mélyre lépni, vagy ásni elég, hogyha más ilyen szempontból megfogalmazom a sztorit, annyit tesz, hogy egy kis magyar srác, aki nagyot hadovál, az kimegy a császári birodalomba, és megmutatja, hogy mi is vagyunk, mi is erősek vagyunk, még akármi jobbak is vagyunk, szellemesebbek mindenképp, megverjük a Napóleont, a császárlánya belénk szerelmes. Szóval ezek olyan szép vágyak, hogy tulajdonképpen mindig is a kis népeknek ez a tulajdonsága, hogy a nagyok fölé legalább álmába. Igen, Szabó Gyula bácsi legalábbis lubickolva, ez mindig mosolygott a szemem, amikor erről mesélt az ő szerepeiről. Midőn bejárt a szép Tirolországot, a Steyr-hegyekbe oly magasra hágott, hogy haját a napnak lángja meg ne kapja a hegyet, végig ellen csak hason mászhatta, gyönyörűséges mondatok. Igen. A zenekarról hadd kérdezzem. Kérdezzelek, ugye most már profi 2015. január óta. Így van, nagyon örülök. Miként lehet észrevenni egy karmester, aki egyik oldalról ugye járatos az énekkar vezetésben is, a másik oldalról pedig, mint karmester értelemszerűen a nagy zenekaroknak is. Tetten érhető a fejlődés? Hát az az igazság, hogy a zenekarral még nem volt próbám most így a Hárival kapcsolatban, és még nem dolgoztam a Régia Szimfonikus Zenekarral, úgyhogy én is nagyon várom már az első találkozást, és egy kicsit izgulok is, mert hát ugye az első találkozás az mindig egy bemutatkozás is a zenekar felé. No, és milyenek felé mi gyermekei? Ezt kérdezem mindkettőtöktől. Én ismerem őket, neked mi a véleményed? Hát nagyon lelkesek, én nagyon aranyosak a kicsik, az ABCD-t, akik éneklik, azok az alsó tagozatosok, és nagyon fogékonyak arra, amit a rendező úr kér tőlük. Szerintem nagyon nagy kedvel csinálják ők is ezt a... Ilyenkor szigorú a rendező úr? A rendező néha rettenetesen szigorú. A rendező úr érzi, hogy egy hét múlva már néző előtt vagyunk, és a gyerekek azért ennek a súlyát nem teljesen, de ott is nagyon szét volt darabolva a próbánk, ugye, hisz eddig tanítás volt, és mostantól érünk úgy rá, hogy most már mind az 50-60 gyerek eljön, és kezd nekik leesni lassan-lassan 20 fillér, hogy itt bizony ennek komoly tétje van. De hogy élvezik, és életre szóló élmény lesz nekik, az egész biztos. Melyek a legfontosabb pillanatok így az alkotás folyamatában? Önnek, vagy neked, mint karmesternek? Illetve a rendezőnek? Amikor először megszólal valaki, vagy mondjuk egy kórus, vagy egy szólista, és akkor elmondom az én véleményemet, akkor ő is elmondja az övét, hogy ő miért énekli úgy, és akkor ezt a kettőt próbáljuk szinkronba helyezni, és ez szerintem azért, mert népdalokat énekelni nem nagyon egyszerű. Nem is tudom, hogy miért. Nekem olyan természetesnek tűnik, hogy képzelném el, ha én lennék az énekes. De az énekes lehet, hogy egész másképp képzeli. Hát ugyanígy volt régen is, hogy az egyik népdalt ezen a vidéken így énekelték, azon a vidéken meg amúgy énekelték, aztán Kodály meg viszont leírta, hogy mit szeretne hallani. És ez teljesen más, illetve majdnem más. Hát nem tudom. Szerencsére mennyire nem annyira párbeszéd jellegű egyébként a próba folyamat? Hát eléggé egyoldalú. De hadd említsem most meg Knajfel Imre nevét, aki ugye felkészítette a kórust és a gyerekeket, mert ő is oroszlán részt vállalt ebből az egészből. Igazából a gyerekkórus érzi még erősen a népdal oldalát, vagy a népdal hatást, hisz ők ezen és Kodály műveken nőnek föl. A hivatásos énekesek már inkább opera felé kacsingatnak, és ők abban vannak otthon. Tehát ez egy csodálatos kerek történet lesz. Én bizakodó vagyok, természetesen ott leszünk, és kedves nézőink, ha tehetik, látogassanak önök is november 6-án este a Vörösmarty Színházban. Mi természetesen ott leszünk, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek, érdeklődéssel várom. Kodály Zoltán, a mester, mindenképpen megérdem, hogy Székesfehérváron is olyan legyen, ahogy ő ezt megálmodta. Nincs kétségem felőle, hogy ez így lesz. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük. Kedves nézőink, folytatjuk a Paletta magazint. Elsőként Székesfehérvárra látogatott el a páratlan értékű szehúzó kincsek tárlat. Az országjáró körút első állomásaként tegnap.
mutatták be, illetve vasárnap mutatták be, és azt gondolom, hogy érdemes megtekinteni azt az összefoglalót, amit Látrányi Viktória kolléganőm készített, és emellett pedig szeretném elmondani, hogy a tárlat 3 héten át reggel 8-tól este 10-ig várja önöket. Titkok rejtélyek sora övezi mind a mai napig a Szeuzó kincset, mely a késő római császárkor egyik legjelentősebb ezüst kincse. A különleges lelet együttest mostantól Székesfehérváron láthatják, ami első állomása az országos körútnak. A kincslelet nevét az úgynevezett Szeuzótál feliratán megnevezett tulajdonosáról, Szeuzóról kapta. Maga a lelet együttes az mondjuk Európában a legjelentősebb római ezüst lelet együttesek közé tartozik. Olyannyira a legjelentősebbek közé, hogy mondjuk a súlyát és az értékét tekintve az első 3 közé tartozik, a művészérték tekintetében pedig betekedik bármelyikkel. Tehát gyakorlatilag a Szeuzó kincs esetében most nem az a történetünk van, hogy ez olyan, mintha, de mégse olyan, hanem ez az. Ez ebből a korszakból, most saját környezetében, tehát a késő római császárkornak az ezüstleletei között, ez valóban az egyik legjelentősebb lelet együttes. Az, hogy most ugye itthon van a kincs, az eddig ismert együttes összes darabja, felgyorsíthatja-e a kutatásokat, a vizsgálatokat? Természetesen. Tehát önmagában az, hogy a kutatók hozzáférnek mondjuk a mostanáig ismert együttesnek a második 7 tételéhez, ez rengeteget jelent a számukra. A másik része pedig az, hogy most az én nemzetközi konferenciákat fogunk szervezni a Nemzeti Múzeumban, nyilvánvalóan a Tudományos Akadémia és a Szépművészeti Múzeumok a közreműködésével, magának az egész kincsleletnek a körülményeinek, ezeknek a korszaknak, ezeknek a tárgyaknak a párhuzamainak a feldolgozására. Mindenhol egyébként ez a látvány fogja fogadni majd a látogatókat? Mennyire lesz egységes az élmény? Igen, a Nemzeti Múzeum úgy tartotta, és úgy gondoltuk, amikor felállítottuk azt a tímet, amelyik létrehozta ezt a kiállítást, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz a kiállítás. Tehát itt nem egyszerűen az történik, hogy 17 tárgyat prezentálunk az ország 6 nagyvárosában, hanem itt arról van szó, hogy egy kiállítást mutatunk meg az ország 6 nagyvárosában, nyilvánvalóan azokhoz a terekhez, azokhoz a múzeumi terekhez, amelyek rendelkezésünkre állnak, azokhoz kell majd ezeket a kiállításokat megformálni, tehát mutációi lesznek a kiállításnak. De ugyanaz a látványvilág, ugyanaz a grafikai világ, ugyanaz a vizuális világ fogja fogadni a látogatókat, és a kiállítás nem egyszerűen a 14 tárgynak a felsorolása, hanem a 14 tárgynak az értelmezése. Kérdezők, van egy egységes mondani valója, ami elmondja a Szeuzó kincsnek a jelentőségét, beszél a késő római császárkori mondjuk Pannoniáról, és beszél magáról, a passzusról, amiről nagyon keveset tudunk róla, de hogy beszél magának az egész dolognak a történetéről. Ezért több, mint egy raktári bemutatás a tárgyaknak. Ez valóban egy kiállítás, és nagyon fontos, hogy az ország különféle régióiban, Kelet- és Nyugat-Magyarországon, Közép-Magyarországon egyformán ugyanaz az élményt kapja meg a látogatók, illetve a későbbiben majd Budapesten. Az ezüstműves remekművek saját korukban összesen 2040 szoliduszt érhettek. És hogy ez mit is jelentett akkoriban? A 4. században egyetlen szoliduszból 350 liter búzát vagy 109 liter bort lehetett vásárolni. Az egyik különlegessége talán az is, hogy itt kerül először a parlamenten kívül az együttes bemutatásra, tehát azok az edények a Szeuzó kincsből, amelyek eddig ismertek, hiszen tudjuk, hogy a készlet nem teljes. Minden helyszínen, minden múzeum ugyanebből a korszakból valamit mellé fog tenni, természetesen elkülönítve. Szabadbattyányi épületet fogjuk bemutatni. Ez Szabadbattyány határában van ez az épület, ami egy meglehetősen nagy méretű épület, hiszen több mint 13.000 négyzetméter alapterületű, és már az épületnek az alapterülete is mutatja, hogy ez az épület akárki tulajdonában nem lehetett. Hiszen a római korban is egy gazdag embernek kellett lennie, aki ezt fel tudta építeni. Ezt az épületet mutatjuk be, van itt rekonstrukciós rajz, hogy nézett ki, tehát egy 3D-s, pontosabban 3D-s rekonstrukció, hogy nézett ki maga az épület, és kitettünk olyan darabokat, freskó töredékeket, ami mutatja az épületnek a díszítését. Ezek bizánci jellegű falfestmények, ugyanakkor vannak kint kőfaragványok, többek között szerencsés módon ismerjük a perisztériumot, tehát a félig nyitott folyosóval körbevett udvarnak az oszlop sorát, hogy nézhetett ki, hiszen oda ledőlve került elő egy oszlop fő, illetőleg egy oszlop lábazat, tehát ez lehetett a perisztérium oszlop sora.
Ugyanakkor, ugye említettem ezeket a bizánci falfestményeket, festményeket, itt nagyon kevés látható, több ezer négyzetmétert emeltünk ki annak idején, de sajnos ugye a restaurálásra csak némi nemű pénz van, illetve hát restaurátor kollégák, illetve többek között Bona István, hiszen ő itt az elsődleges főszereplő, aki a Képzőművészeti Egyetem tanára, és mindig időnként viszel egy darabot vizsgamunkának, amiért ugye nem kell pénzt fizetni. Az épület területén került elő egy ólomüst, ez még 1974-ben volt. Ez kiállításra került most itt, a Batthyány kis Batthyány kiállításba, de egyébként ez az állandó kiállítósunkon látható. Ugyanakkor, hogy ugye volt elrejtés magában az épületben, az is bizonyítja, hogy találtunk egy éremleletet, ennek egy részét, ez a csarnoknak a padlójába volt elrejtve, valamennyi része megmaradt, hát azért elég sok darab, mert ez aztán ott látszik, és tettünk ki még mellé aranyérmeket. Igaz, hogy csak kettő darabot, több került elő, de nem olyan sok, de több aranyérem így véletlen került elszórva, gondolom, annak idején, tehát hogy ott maradt magában az épületben. Na most ugye mondtam, hogy az épület mérete azban mutatja, hogy a tulajdonos nagyon gazdag lehetett. Ugyanakkor meg kell, hogy mondjam, hogy a falfestménynek az anyaga, ugye úgy csináltunk anyagvizsgálatot, és például ugye nagyon sok a kék. A kék az ugye egyiptomi kék, ez már mutatja, hogy ugye valahonnan származni a kelet, és csak ott található meg. Ugyanakkor vannak olyan festék színek, amik például Szíriából érkezhettek hozzánk, mármint úgy, hogy kerültek, megcsinálták magát a festéket, és egyedül talán pannoniai darab az az okkersárga, ami itt nálunk előkerült, illetve a tégla piros, hogy úgy mondjam, vagy téglavörös, tehát ezek találhatók. A többi az mind import. Na most ez is mutatja, ez egy ilyen kicsike adalék, de adalék, hogy ugye akárki, akár ma is nem tud külföldről behozni a lakásához, vagy a villájához olyan dolgokat, akár festékanyagot, vagy most ugye divatos, hogy járócsempe, stb., hogy akinek nincs sok pénze, mert nem tudja. Tehát ez is egy arra adalék, hogy ez egy gazdag ember lehetett. Ugyanakkor én azt szoktam mondani, hogy a tulajdonosa valamilyen közéleti szerepet be kellett, hogy töltsön Pannonia életében, hiszen az épületben nagyméretű termek vannak. Na most a rómaiak odaépítenek nagyméretű termeket, ahol szükséges, és ugyanakkor ezek a nagyméretű termek, ezek fűtőcsatornákkal voltak ellátva, tehát fűtve voltak télen. Azt tudni kell, hogy a római korban a fűtés az is egy drága beruházás volt, tehát sokba került, amit szintén akárki nem tudott megcsinálni. Fejér megye térségéhez ezer szállal kötődik a legendás kincs. Néhány évtizeddel ezelőtt az 1970-es években Polgárdi Szabadbattyány Kőszárhegy környezetében találták a kincset, majd illegális körülmények között jutott ki az országból. De ebben a térségben található Szeúzó feltételezett palotája is. Ez az ólomüst 1974-ben került elő, feltétlenül a villa területén. Szántás közben találták meg, össze volt nyomodva, és a Nemzeti Múzeumban kalapálták. A vándorkiállítás hat helyszínén a különleges értékű kincslelet mellett minden településen megismerhetünk egy-egy kiállított anyagot. Fehérváron bemutatásra kerül Szeúzó feltételezett lakhelye, ami a 3. században Szabadbattyány határában épült. Az 1993-ban részlegesen feltárt római kori villa pompás termeivel és falfestményeivel császári fogadásra is alkalmas volt. Ösnézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra, minden jót kívánok!